Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy megbízhatsz-e benne. Ez egy általános jóslás, természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást, és feltedd a kérdést, hogy megbízhatsz-e benne. A díjam 4000 forint, mint mindig minden jóslásnál. Asztrológiával együtt kicsit több, de ha csupán ez a kérdés, akkor szerintem ez a kivetés elég ahhoz, hogy meg tudjam válaszolni a kérdésedet. Itt látható a kettes szám, ami jelent téged és őt. Tehát nem látható egy harmadik személy a háttérben, hiszen te vagy fontos számára. Itt láthatóak az utak, és ő döntéseket fog hozni, balra vagy jobbra, melyik irányba terelje a dolgokat. Hamarosan meg lesz ez a döntés, hiszen a kezébe veszi ezt a botot, irányítja az eseményeket, lesz egy új kezdet, sőt, kisüt a nap, megvilágítja az egyik irányt, az egyik életutat. Azon kívül a nap jelenti a valóságot, tehát kimondja az igazat, megbízhatsz benne. A nap jelenti a vonzó erőt is kettőtök között, ahogy ez a varázsló itt szintén mutatja, megvan ez a varázslatos kisugárzás, azon kívül itt már látható a szerelem, a párkapcsolat, és ebbe az irányba fog dönteni, hiszen értékes vagy számára. Itt is megjelensz, és ez az arany érem, sőt, itt felül már elfoglalod a helyedet az ő életében, hiszen ott trónolsz, mert értékes vagy számára. Itt az arany érem jelenti az értékeket is. Sőt, ez a kártya még azt is jelenti, hogy nem csak a szerelemben van ez a vonzalom és siker, hanem a munkahelyeden is, ott is elfoglalod a helyedet, ott is trónolni fogsz. Ami őt illet, ő visszatekint a múltba, itt vannak nála gyermekkori emlékek. Ezek lehetnek szép emlékek, az is lehet, hogy elszomorítja őt, de hibázik egy kicsit, hiszen megpróbál itt még fogva tartani valamit. És itt a gyermekkoráról, a gyermekkori emlékekről van szó. Lehet, hogy emiatt kicsit szomorú, visszahúzódó, de bízhatsz abban, hogy kisüt a nap, itt van a szerelem, meg van a vonzalom kettőtök között, itt vannak az értékek, mindkét kártya ezt jelenti, és itt felül látható, hogy lesz egy új kezdet. Amikor egy új periódus kezdődik az életben, ezt jelenti a tízes szám. Itt látható a harmónia, a család, amit ez a kép még jelképez a múlt, a jelen és a jövő. Neki most le kell zárnia itt a múltat, a gyermekkori talán fájdalmas emlékeket. A jelent kell élni, és a jelen ez a vonzalom és a szerelem kettőtök között. És ez volt a szerelmi jóslás, hogy bízhatsz-e benne, a válasz, igen, megbízhatsz benne. Hiszen itt a nap megvilágít mindent, kiderül az igazság, vagy bízhatsz a szavaiban, hiszen kimondja az igazságot. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.